A Magyar Nyelv Hete rendezvény sorozatban az Anyanyelv Ápolók Szövetsége, a Megyei Könyvtár és a Miskolci Egyetem közösen szervezett programot középiskolás diákoknak. A rendhagyó nyelvtanórán a névtan és a nyelvi humor volt a téma. Segít nekünk az életben a problémák megoldásában, a nehéz helyzetekben, hogy hogyan lépjünk túl azon, hogyan kezeljük a gondjainkat. A nyelvi humor sok mindenen át segít. A bölcsészettudományi kar dékánja szerint. A rendkívüli nyelvtanórán Illésné Kovács Mária arról beszélt, hogy ez a téma magában foglalja a helyesírást, a szólások és közmondások elfertítését is. Az elmélet mellett példákkal is szemléltették a nyelvi humor könnyebb megértését. Ez leginkább azt a célt szolgálja, hogy olyan érdekes témákat villancsunk meg a diákok előtt, amelyek a nyelvészeti kutatás részét képezik, azonban sokszor a száraz grammatika mellett sokkal vonzóbb, érdekesebb, izgalmasabb témákat ölelnek föl. A névtan területén a főnevek és a tulajdonnevek kerültek középpontba. Mi azt szeretnénk bebizonyítani, hogy a miskolci, pontosabban a selmeci diákhagyományok tulajdonnevei, vulgói és alias nevei, amelyeket a 19. századból hozunk magunkkal, és egy gyönyörű hagyomány ápoló szokás, azok nagyon humorosak, mint például Roki Balboka. Ez egy nyelvi jelenség, amikor is a Balboa, Roki Balboa híres filmszínész nevéből valakinek egy más, egy diáknak tulajdonnevet adunk. Az előadásra a Lévai Gimnázium 7-eseit és az Avasi Gimnázium 11-es diákjait hívták meg.